ügyét. Na most ezt, ha tovább folytatom, akkor itt a saját tejútrendszerünk központjába jutok el. Tehát tőlünk nézvést, a Földről nézvést, a nyilas mint csillagkép irányába, egyenesen tovább folytatva ezt az irányt, a tejútrendszerünk központjába jutunk be. Ez az egyik kitüntetett irány a kettő közül, amelyik tágabb keretek között kijelöli a bennünket legdirektebb módon befolyásoló erőközpontokat. Ebből, ha jótékony, építő, adakozó tulajdonságok, hogy mondjuk, vagy kozmikus képviseletére kérdezünk rá, az pontosan ebben az irányban van. Tehát ezért van az, hogy ha innen egyenes úton akar bejönni energia, építő, teremtő jellegű, az csak a táltos lovon keresztül tud bejönni. Nem tud máshol. Egyenes úton, ugyanis a saját spirálgalaxisunk középpontjából csak a nyilas csillagképen keresztül tud bejönni energia. Ha pedig azt mondjuk, hogy nő, megoldjuk ezt kerülő úton is, majd a karjában jön a... Hát tessék megnézni, egy ilyen kerülő úton, ahol ráadásul mindenütt szükség van az energiára, aminek mi itt vagyunk a karjában, hát mi fog oda elérkezni? És nyilvánvaló, hogy vagy egyenes úton jön a központból, és akkor csak a nyilason keresztül tud jönni, vagy soha nem fog eljutni, vagy csak morzsányi fog eljutni. Tehát a nyilasnak pontosan ez az óriási felelőssége. Ez az, ami a meséinkben félreérthetetlenül hangsúlyozódik abban, hogy a táltos ló nélkül a legnehezebb feladatokat nem tudja megoldani a hős. Nem azért, mert ügyetlen, hanem azért, mert onnan jön. Tehát a nyilason keresztül, a táltos lovon keresztül. Az az erő, amivel aztán ő hát, többlet energiával feltöltődve meg tudja oldani a feladatát. Na most azt már is jelzem, hogy a mesékben nagyon gyakran nem teszik hozzá a táltoshoz azt, hogy ló. Tehát itt nem az a lényeges, hogy ló, hanem az, hogy egy táltos tulajdonság letéteményese. Tudjuk, ebben a rendszerben, amiben mi kijelöltük ezt az egymásra merőleges két tengelyt, ez az élettengely. Azért élettengely, mert innen jönnek a nyilason keresztül a saját tejútrendszerünk központja felül a teremtő jellegű, tehát életadó energiák. Ennek a kifutása a túloldalon az ikrek. De az ikreken keresztül mi kijutunk a saját tejútrendszerünkből. Tehát az nem behoz energiákat, hanem fölhasznál energiákat. Ez azt jelenti, hogy ha én innen kapom a szellemi típusú energiákat, akkor azok ilyen módon fognak földi körülmények között megvalósulni. Tehát ha én azt mondom, hogy itt egy nyilas, tehát egy nagy vadász jelenik meg egy mondai történelemben, akkor annak a földi síkon való megvalósulása csak ikerpárban jelenhet meg. Egyszer nem lehet másképp. És ez az ikerpár arról lesz nevezetes, hogy eltérően Káintól, Ábeltől, és eltérően Romulust és Rémusztól nem agyonvágja az egyik a másikat, hanem végig segíti egyik a másikat. Tehát ez az egymásért való harcnak a letéteményese, ezt a példát mutatja meg az emberiségnek, és jelenleg semmiféle presztízse nincsen. Tehát jelenleg egyetlen harctípust ismer, mert ezt ismertetik meg vele az emberiség, ez a Káin-Ábel féle harc. Tehát nálunk a mondai történelemben megjelenő, nagyon sűrűn megjelenő, feltűnően sűrűn megjelenő ikertípusú kapcsolatokat, ilyen például az Attila-Buda kapcsolat, ezt egyszerűen átmaszkírozzák Káin-Ábel kapcsolattá, aminek semmi alapja nincsen, se történelmi alapja, se mondai alapja nincs. De mert Nyugat-Európában mást, ebben a judeokrisztián világban, ahol a krónikák születnek, fogalmazódnak, egyszerűen nem ismernek mást. Tehát így lesz Attila Budának testvérének Káinja. Érthető? Ez nagyon lényeges, hogy fogjuk föl. Ez a mószerolásnak a legaljasabb módja. Történészek már nem tudom mióta, amióta egyáltalán, talán Thierry Amadé óta egyfolytában keresik, hogy valami ilyen pici jelet arra a történelemben, hogy tényleg legalább egy rossz mondatot mondott Attila Budár, nem mondott. Semmi baja nem volt a Budával. Tehát sehol semmiféle tényalapja nincs annak, hogy Attila kinyírta volna Budát. De erőltetik, mert nem ismernek más testvér kapcsolatot, csak olyat, amiben az egyik agyonvágja az érvényesülése érdekében a másikat. Ez a káini világ.
Tehát ezt azért nagyon lényeges tudni, mert ez a kapcsolatrendszer, ez tulajdonképpen a magyarság önmegvalósításának az útja. Miért? Azért, mert végül is ez a Nimród, a nagy vadász, ez a mi történelmünknek az ősatja. És ő még nem teljes egészében földi megjelenés, ő rendkívül sűrű mondai köd veszi körül. Ez egy külön téma lehetne. De a megvalósulása az a fiaiban történik, és ez ikerpár. És Hunor soha semmilyen körülmények közt nem harcol magyar ellen. Csak érte. Tehát ha ezt újra meg tudjuk tanulni, és nem csak magunkért fontos, hanem azért, mert a világ ma nem ismeri ezt a harctípust. Tehát vagy mi tanítjuk meg rá, vagy a világ összeomlik és elpusztul. Mert a Káin kontra Ábel, vagy a Romulus kontra a Rémus küzdelemben definíció szerint mindig a rosszabb lesz a győztes. Tessék utána olvasni az Ószövetség, ez most tényleg az Ószövetség. Tehát az, ami a szemita népeknél mai napig alapja minden művelődésnek. Tehát az arabnál éppen úgy, mint a zsidónál. Szemit azt gondolom tudjuk, az arab legalább annyira, mint a zsidó. Tehát az ő műveltség a Koránban megfogalmazódott bölcsességrendszer ugyanúgy az Ószövetségre megy vissza. Csak nekik vannak bizonyos, hogy mondjam, kikötéseik, hogy Izsák helyett Izmáelt mondanak, és itt a vizsita. Tehát szaladjunk akkor vissza, most már mert tényleg nagyon kalandoztunk, vagy mi tanítjuk meg őket erre a egymásért való harcra, vagy nincs kitől megtanulják. És nagyon nagy baj van abból, hogyha én azt tapasztalom, hogy a világban minden küzdelemtípusból mindig a rosszabbik kerül ki győztesen. Az azt jelenti, hogy leépül az emberi minőség. Mégpedig fokozódó tempóban. Na most, ha valaki azt hiszi, hogy itt vészharangokat kongatok, nem így van. Tessék tévét nézni. Ha már másra nem tudunk fanyalodni. Hát olyan ütemesen, de olyan félelmetes ütemben épül le az emberiség, hogy az ember csak kapkod már a fejéhez. Tehát egyre gyorsabban támad ki Káin, mert egyre finomabb eszközökkel tudja kimutatni, hogy az a büdös Ábel már megint jobb próbál lenni nálam. Ne engedjük. És ha csak megsejti, hogy valaki jobb lesz ő nála, azonnal kinyírja. Nem kell annak meg se nyilatkoznia. Tehát ne felejtsük el, ő ezt tekinti az életviteli modelljének. És ha nem tanítjuk meg, nem tudja más megtanítani. A Hunor magyar féle egymásért folyó küzdelemre nagyon csúnya véget fog érni az emberiség. Tehát minden esetre ez az élettengely, és erre merőleges az úgynevezett haláltengely. Miért? Azért, mert innen, tehát ez a keleti állatöbben ugye a macska vagy a nyúl, nem véletlen lett macska vagy nyúl, mert a befelé forduló arca, tehát a kis világ, az állatöbb felé forduló arca, az a nyúl, az egy szelíd, félénk, eléggé szapora, de nagyon lényeges, hogy a nyúl mindig csak önmagát tudja szaporítani. Tehát soha a családmodell, társadalomban családmodell nem választotta mintaképnek a nyulat. Erre nagyon vigyázzunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nyúl a példa, mert sok gyereke van. A nyúl arra példa, hogy futószalagon gyártja az utódokat. És így épül le az emberi minőség, mert így is le lehet építeni. Tehát a nyúlra nagyon vigyázzunk, mert nem olyan szelíd, mint ahogy a kinézete mutatja. Mindenesetre ez még mindig a szelídebb megnyilvánulása. Ami kifelé fordul, az viszont a macska. Most a macska az, aki külön utakon jár. Tehát aki olyan egyéniség, nagy igazság volt, kedves egészségre. Tehát ő az, aki ha fehér, ha fekete, mindig az öregasszonynál jelenik meg. Ha pedig az öreg asszony a szűz tulajdonságoknak a sötét változata, akkor ez a macska definíció szerűen fekete lesz. Tehát a boszorkány, aki ezt a tartományt képviseli a népmeségben, ő a szűzön keresztül beható, de a mögötti kozmikus tartományoknak a képviselője, és ennek alakot adni, már nagyon régen megtanult az emberiség, szoktam vetíteni azt az zodiákus ábrázolást, ami hát körülbelül egy ekkora, mint ez, de tényleg ez egy elég nagy körám, hátulról kicsinek látszik, körülbelül ekkora Abd al-Wahidnak,
hát név szerint ismerjük a készítőjét, egy ilyen asztallapra készített, kerek asztallapra készített, máz alatti kerámia, színezett kerámia formában megjelentett állatöve. Ez Berlinben van, az Iszlám Múzeumban. Elég sokat reprodukálják. És azon már a szűz tartománya az úgy rajzolódik le, ez egy nagyon érdekes ábra, ide most bevetítem, majd aztán letörlöm. Tehát itt alul ilyen buzaszálak látszanak, előre hajol egy ilyen félig térdelő tartásban a szűz egy sarlóval. Régen ugyanis az aratás nem kaszával volt, hanem sarlóval, ezt remélem tudjuk. Tehát búzát kaszával aratni, hát az már-már szégyen. Ugyanis a kasza nem arra való, a kasza az a fűnek a nyírására való. A gabonával nem kitér, amit mondok, ezt tényleg el kell mondani. Szóval a gabonát nő aratta és sarlóval aratta. Miért? Azért, mert így minden levágott szál személyes élménnyé vált. Ma egy parasztnak vagy egy agrárpoltárnak semmiféle személyes kapcsolata nincs az általa művelt, hogy mondjam, élettel. És itt van a tragédia. Tehát számokban gondolkod, nem éri meg nekem most disznót tenyészteni. Miért? Ne, nem tudom eladni. Ki mondta, hogy add el? Nem éri meg nekem, hogy búzát termesszek. Miért? Mert nem tudom eladni. Ki mondta, hogy add el? Föl sem merül benne, hogy élettel van dolga. Hogy neki személyes kapcsolata kellene, hogy legyen azzal az élettel. Dehogy is, nagyüzemileg termeljük. Tehát egyszerűen megáll az ember, semmiféle személyes kapcsolata nincs az élettel. Na most ez azért nagy baj, mert az élet egyszer csak megunja ezt. És akkor elkezdenek ugye azok a nagyüzemi gazdálkodásnál óhatatlan előjövő betegségek, aztán a méreg fölhalmozódik, és így tovább, és azt mondja a természet, tudod mit, te nem szerettél engem? Én se szeretlek téged, tögölj meg. És teljesen igaza van. Tehát ez bizony személyes kapcsolat, ennélkül az aratószűz nem aratószűz. És fölötte pedig egy ekkora felületen, egy körülbelül ilyen, ez szem, az orr még megvan, de száj már nincsen. Ekkora méretű. Tehát nagyobb, mint maga, nem hogy a szűz, hanem mint bármi más, mint együtt a szűz meg, amit levág a gabona. És fölülről jön, nem tudom, rá tetszik-e ismerni. Tehát itt van a szűz tulajdonosa, és innen egy hatalmas erő jön be, amelyik nagyobb, mint a mellette megjelenő oroszlán körében, ahol ugye megjelenik az oroszlán. Hát ennél már előre bocsáthatom, hogy szebben, mint itt fogom. Így valahogy. És ugye, nagyon csúnya lett, na mindegy. És akkor ennek a hátán itt megjelenik a napkorong. Na most tessék összevetni a napkorongot, ebbe is bele szokták rajzolni egyébként a szemet. Ezt, ennek a méretet és ennek, melyik a nagyobb? Hát az egész naprendszerünkben a legnagyobb a nap. Ez pedig nagyságrendekkel nagyobb. Tehát sokkal nagyobb erőhatás jön be a szűzön keresztül, mint ami egyáltalán itt modellezhető bolygó tulajdonságok szintjén. És ez egy teljesen kidolgozott rendszer, félreérthetetlen. Ráadásul elég nagy is ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na hát ide figyeljetek, hát azért lehet ettől eltekinteni, tehát akkor mitől nem tekintesz el? Tehát ha valaki egy állatövben 12 ilyen egységet hát kap, és ezen belül itt jelenik meg egyedül ebben a méretben, hát akkor ne haragudjon a világ, tessék vele foglalkozni. Akkor mi az, ami bejön, emberszabásúnak adódik, de nem tudom azt se, hogy férfi vagy nő. Tehát akkor milyen tulajdonságrendszere van? Szűz. Miért? Mert nem nyilvánul meg a nemisége. Abban a pillanatban a száját megjelenítem, már ki kell derüljön, hogy lesz bajusza, vagy nem lesz bajusza. Ha nem lesz bajusza, akkor azt jelenti, hogy inkább nő. Ha lesz bajusza, akkor el van döntve a kérdés. Vagy anyós, vagy férfi. Tehát ez, nem, ez most csúnya volt tényleg. Maradjunk apósnál, jó? Akkor ez teljesen tiszta ügy. Tehát lényeg az, hogy a szűz irányában, de nem belőle, hanem mögüle jövő erőhatást igenis ismeri az emberiség.
de természettudományos pontossággal, tehát műszeres vizsgálat eredményeként először magyar nyelven 1980-ban kaptunk róla hírt.